Sziasztok! Köszöntelek titeket! Újra itt a Giga Virág Szerencsi csatornámon. Alex vagyok, a videók készítője. Csatornámon legfőképpen sorsírkaparásokat, illetve teljes kaparásokat láthattok. Gyertek, kaparjunk együtt sorsjegyeket, és éljük át a szerencse pillanatát. És most következzen a sorsjegyek lekaparása. Sziasztok, Alex vagyok a Giga Virág Szerencs csatornáról. A mai videóra hoztam nektek egy vadjúj kiskerék sorsügyet, egy ökokaland extra, egy super blackjacket, illetve egy super bankó sorsügyet, és most ezeket fogjuk megnézni, hogy milyen nyereményeket tartogat számunkra. Tartsatok velünk! Hát már régóta nem találtam ökokaland extra sorsügyet, így egy dohányboltban még egyetlen egy darabot találtam, és elhoztam nektek ebben a videóban. Továbbá még lesz egy kiskerék sorsjegy, egy szuper blackjack, illetve egy szuper bankó sorsjegyet fogok lekaparni. Tartsatok velünk, és nézzük meg, hogy mit rejtenek a sorsjegyek számunkra. Ennek a 005-ös nagyon ritka 2000 fontos ökokaland extrát fogom lekaparni, a 7-es pakból való. Nézzük, hogy először lesz-e újrahasznosító szimbólumunk fix 10.000 forintért. Van egy széndioxid felhő, vízcsepp és palánta, nem lett sajnos újrahasznosító szimbólumunk. Nézzük, hogy lesz-e nyerőszámmal egyező számunk. A nyerőszámaink az 1-es, és a 8-as, ezzel kell egyezőt találni. Nézzük a mi számainkat. Van egy 13-as, 9-es az egyel mellé, és az utolsó pedig egy 6-os, sajnos nem lett nyerőszámmal egyező szám. Akkor most nézzük a kalandkaparó felületet, hogy kijön egy sor hiánytalanul, vagy akár több is. Nézzük. Kezdünk egy napelemmel, ugye itt, hogyha nyilat találunk, automatikusan mehetünk tovább. Napelem. A következő az egy zöld áram. Itt van. Zöld árammal folytatjuk. De nem adott nyilat, nézzük tovább. Föld. Itt sincs nyíl. Napelem. Ebből ez a második. A következő a lábnyom. Itt sem adott nyilat. Hát most nem nagyon adogott ki a nyilat. Folytatjuk egy ivóvízzel. Itt nyillal kezdünk. Szuper. És ivóvíz, napelem, oda már csak három kell a gyorsítóhoz, lábnyom, ebből ez a második, nézzük tovább, napelem, oda már csak kettő kell a gyorsítóhoz, ivóvíz, ebből ez a harmadik, lábnyom, föld, ebből ez a második, ivóvíz, szépen gyűlnek, nyillal folytatódik, ivóvíz, oda már csak egy kell a gyorsítóhoz, zöld áram, ebből ez a harmadik, erdő, ebből ez az első, föld, nyillal folytatódik, szuper, dupla nyíl, és föld, oda már csak egy kell a gyorsítóhoz, és még van egy csomó esély, szélturbina, ebből ez az első, föld, elértük a gyorsítót, nézzük, gyorsít-e. Nem, földet adott, oda már csak három kell.
Még van egy csomó szimbólum. Szélturbina. Nyillal folytatódik. Szélturbina. Töltő. Ebből ez az első. Föld. És nyillal folytatódik, szuper, na jön a második nyíl. De sajnos földet adott, oda már csak egy kell. Még van egy csomó szimbólumunk hátra. Lábnyom. Szélturbina. Oda is már csak kettő kell a gyorsítóhoz. Erdő. Ebből ez a második. Lábnyom. Oda is már csak egy kell a gyorsítóhoz. Napelem. Napelem. Itt is elértük a gyorsítót. Nézzük gyorsítő. Igen, gyorsít. Dupla nyíl. Napelem. Akkor ide egy nyíl kell. De sajnos napelemet adott. Oda is már csak egy kell. Tehát már most a napelemmel, illetve a földdel nyerhetünk. Nézzük, hogy melyik jön be. 8 szimbólum van hátra. Töltő. Ebből ez a második. Lábnyom. Itt is elértük a gyorsítót. De nem gyorsít, lábnyomot adott. Oda is három kell. Erdő. Töltő. Itt sincs nyíl. Erdő. Itt nyilat adott. Dupla nyíl, erdő, nézzük a gyorsítót, és gyorsít is, dupla nyilat adott, szuper, nézzük, hogy mit ad nekünk, erdő, és akkor jön a nyíl. De sajnos erdőt adott, oda is már csak egy kell, tehát már most az erdővel, napelemmel, illetve földdel nyerhetünk, nézzük, hogy melyik fog bejönni. Töltő. Az nem jó. Még egy töltő. Még akár jó lehet. Nyillal folytatódik. Töltő. De sajnos nem gyorsít. Oda már csak három kell. És nézzük, hogy az utolsó szimbólum mi lesz. Ha erdőt ad, napelemet, illetve földet, akkor nyertünk. De ivóvizet adott, de még akár jó lehet, ha annyirat ad a gyorsítónál. És igen, dupla nyíl, szuper, ivóvíz, akkor ide egy nyilat. De sajnos nem azt ad, ivóvizet adott, és így sajnos nem sikerült nyereményt elérni az Ökokaland Extrával. A betűink pedig egy R betű, és egy L betű különböznek sajnos. Akkor most nézzük a második sorsjegyet. A 004-es 500 forintos kiskerék sorsjegyet. Nézzük, hogy kijön a nyert szó bármely cikkben az első játékon. Közel volt, az nem jó. Nézzük a második cikket. Hát, ha a következő, na akkor jön a következőben a nyert szó. Nézzük. Talán máskor. Nézzük a negyedik cikket. Próbálja újra. Akkor próbáljuk újra az ötödik cikknél. Hajszál hiány. Még négy esélyünk van, hogy nyerjünk. Nézzük. Kis hiány. Még három esélyünk maradt az első játékon. Nem talált. Nézzük a nyolcadik cikket, ott lesz a nyert szó, nézzük. Legközelebb, az sem jó, és a kilencedik, pedig szinte, sajnos nem jött ki a nyert szó. Nézzük, hogy lesz-e mázlink. Hiánytalanul, de itt nem lehet hibázni. Az A betű jó. Az I betű is jó. A Z betű is jó, szuper.
Az M is, akkor egy L betű. És ott az L betű, nyeri a sorsjegy, szuper, kijött a mázli. Nézzük, hogy lesz-e még hozzá. Nyeremény, keresünk három azonos összeget a tizedik játékon. Van egy 4000-es. 25 milliós. 2000-es, ideig három különböző. 4000-esből van kettő, nézzük, hogy jön a harmadik. 25 milliósból is kettő van, és az utolsó pedig egy 2000-es, mindenből kettő, nem lett három. Viszont kijött a mázdi szó, nézzük, hogy milyen nyereményt tartogat számunkra. Ez egy 500 forintos sorsjegy, és a nyereményünk 2000 forint, szuper, nem is alapnyeremény, szuper. Egy 500 forintos sorsjegytől 2000 forintot sikerült nyerni a kiskerék sorsjeggyel, és nézzük, hogy milyen betűk tartoznak hozzá. A dupla V-k. Szuper. Itt az egyik dupla V. És itt a másik. Szuper. Akkor most nézzük a 100-as Super Blackjack sorsjegyet a hármas pakból. Ez a pak utolsó darabja, és ez egy 500 forintos sorsjegy. Nézzük, hogy az asztaloknál lesz-e az osztó számánál nagyobb szám. Az első asztalon a 20-ast kell előzni, annál már csak a 21 nagyobb. Nézzük, van egy 12-esünk, 8-as, 5-ös, és 4-es, nem lett nagyobb a 20-nál. Nézzük a második asztalt, ahol a 8-asnál kell nagyobbat találni. Hát az a lehető legkisebb szám, amit kiadhat az osztónak. Van egy 6-os, 5-ös, 4-es, és egy sima 7-es. Sajnos nem sikerült leelőzni a 8-ast, pedig az a lehető legkisebb szám, amit az osztónak adhat. Nézzük a harmadik asztalt, ahol a 13-asnál kell nagyobbat találni. Van egy 12-esünk, 7-es, 11-es, és egy sima 8-as. Nem sikerült leelőznünk a 13-ast. Nézzük a negyedik asztalt, ahol a 18-ast kell előzni. Ennél már csak a 19, 20 és a 21 nagyobb. Nézzük. Van egy sima 9-es, 6-os, egy 10-es, és 5-ös, nem volt nagyobb a 18-nál. Nézzük a bónuszjátékot, hogy lesz-e 21-ünk, három szám összegéből, fix 2000 forintért. Van egy 4-es, egy 5-ös az 9, meg 11, az csak 20, sajnos nem lett 21-ünk. A betűink egy U betű, és egy B betű különböznek sajnos. Akkor most nézzük a mai videónk utolsó sorsjegyét, az 500 forintos szuperbankos sorsjegyet. 5 különböző játékot kapunk 500 forintért, és ez egy 033-as sorozatszámú. Nézzük, hogy milyen nyereményt tartogat számunkra. Az első játékon a mi számunknak kell megegyezni a nyerőszámok valamelyikével. Nézzük. A nyerőszámaink a 4-es és a 3-as, ezzel kell egyezőt találni. Van egy 8-as, 16-os, 14-es, nekünk sima 4-es van, 9-es, 15-ös és egy 18-as, nem lett sajnos nyerőszáma egyezőszám. Nézzük, hogy lesz-e két egyforma szimbólumunk egy sorban. Pénzköteg és pénzes zsák, az elsőben nem volt. Nézzük a második sort. Kulcs és aranyrúd.
Itt sincs két egyformán. Nézzük a harmadik sort. Érmék és lóhere. Nem lett sajnos két egyforma szimbólumunk. Akkor nézzük a harmadik játékot, hogy lesz-e három egyforma szimbólumunk. Nem kell kötésbe lenni. Van egy nyaklánc. Aranyóra. Kupa. Ideig mind a három különböző. Gyűrű. Szép. Szép, abból már kettő van, nézzük, hogy jön a harmadik. Kupa, abból is kettő van. Gyűrűből is kettő van, nézzük, hogy melyikből lesz három. De sajnos aranyórát adott, mindenből kettő lett, nem lett három. Nézzük a három egyforma összeget. Van egy 500-as. Még egy 500-as, na jön a harmadik 500-as. Ez egy 50 000-es. 5 milliós, ezres, és 5 000-es, nem lett sajnos három egyforma összegünk. Nézzük, hogy lesz-e pénzérmény, fix 1000 forintért. Van egy autó, bank, rabló, kassa, és tárca. Sajnos nem lett pénzérmény. A betűink pedig egy E betű és egy T betű különböznek sajnos. Tehát összegezve a mai videót, egy Ökokaland Extrát, egy Superbankót, egy Super Blackjacket, illetve egy kiskerék sorsjegyet kapartam le, és abból sajnos az Ökokaland Extra, a két szuper sorsjegy, a Super Blackjack és a Superbankó, az nem volt nyerő, viszont a kiskerék megmentette ezt a videót, hiszen 2000 forint nyereményt sikerült nyerni, méghozzá a mázli szóval, itt kijött a mázli, 2000 forintot sikerült a vadiúj kiskerék sorsjeggyel nyerni, vagyis így összességében 3500 forintból 2000 forint jött vissza. Hát szerintem ez nem olyan rossz, reméljük, hogy a következő videóban tudunk nektek valami szép nagy nyereményt mutatni a sorsjegyeken. Kövessétek a YouTube csatornánkat, hogy elsőként értesülhessetek a legfrissebb videóinkról, illetve iratkozzatok fel a csatornánkra, ezzel segítve a mi munkánkat, és ne felejtsétek, hogy már most csatornatagként is tudtok csatlakozni a Giga Virág Szerencse csatornához, hiszen a csatornatagság az számos előnyel jár, méghozzá hamarabb láthatják a csatornatagok a frissen megjelent videóinkat, mint a megjelenés napja, tehát számos előnnyel jár a csatornatagság. Minden kedves nézőnket várunk a csatornatagjaink közé. Én Alex voltam, a Giga Virág Szerencse csatornáról. Minden kedves nézőnknek nagyon sok szerencsét és szép nyereményeket kívánunk a sorsjegyeken. Sziasztok!